karcagi Nagykun Református Általános Iskola 25. tanévét kezdi. A tanévnyitón előbb az alsós, majd a felsős tanulók évnyitóját tartották a református nagy templomban. Koncné Lehocki Krisztina lelkész nyitó áhítata és a diákok műsora után a megjelent diákokat, szülőket Földváriné Simon Ilona igazgató köszöntötte. Mint elhangzott, a beírt tanuló létszám 435 fő, a tantestület 29 fős. Az új tanévben 20 osztályban és 7 napközis csoportban kezdődik el a nevelő-oktató munka. Nagy öröm számomra, hogy iskolánk újraindulásának 25. tanévében ismét 3 első osztályt tudunk indítani, 71 diákkal. Iskolán beírt tanuló létszáma 426 fő. Az emelkedő létszám mutatja, hogy az új tanévben 20 osztályjal indulunk. Napközis csoportjai száma is egyen növekedett, 6 csoportról 7-re. Hálás szívvel köszönöm meg a kedves szülőknek a bizalmat iskolánk iránt. Külön köszöntöm elsős tanulóinkat és szüleiket, hozzátartozókat, és mindazokat a diákokat, akik ebben a tanévben kezdik meg tanulmányaikat a Reki általánosban. 71 első osztályos tanuló kezdi meg a tanévet 3 osztályban, sorolta az iskola vezető, majd szólt arról is, hogy a nyáron felújításokra, tisztasági meszelésekre került sor. A járványügyi előírásoknak megfelelően megtörtént a 3 telephelyen teljes, mindenre kiterjedő fertőtlenítés, melyet folyamatosan végeznek majd a tanév során. A járványügyi helyzetre való tekintettel nagyobb felújításokban nem gondolkodhatunk, így nem tudtunk tervezni. Mind a 3 telephelyen elvégeztük a fertőtlenítő nagytakarítást. Az országban egyedülálló technológiával ózon és 100%-ban környezetbarát fertőtlenítés történt, ami több mint 2 hónapig vírusölő hatással bír a KERMI vizsgálata alapján. Kiosztás előtt fertőtlenítésre kerültek a tankönyvcsomagok is. Új iskola bútorokat vásároltak, a külső kamerarendszer kiépítését követően sor került a telephelyeken a belső kamerarendszerek kiépítésére. Érintőképernyős interaktív táblák segítik az oktató munkát. A klímarendszer kiépítése is folyamatos. Össze szeretnénk elkezdeni a Calvin út 5-ös számú épület tetőszerkezetének és homlokzatának felújítását, a nyílászárok cseréjét. Megköszönjük Esperes úr, főgondnok úr és a fenntartó presbitérium segítségét, támogatását. Külön köszönjük a Református Nőszövetségnek azt, hogy elsős tanulóink részére ismét elkészítették és átadják az ülőpárnákat, amit nyilván használhatnak. Nyáron 11 tábort tartottak, az iskola végig nyitva volt, felügyeletet tartottak. Kiválóan akkreditált tehetségpont iskolaként szakmai munkájukat a minőségi oktatás mellett a tehetségnevelés határozza meg az új tanévben is. A munkacsoportok nagy gondot fordítanak a környezeti nevelése, valamint az egészségnevelő munkára. Több millió forintot fordított a fenntartó testület informatikai fejlesztésekre. 6 darab interaktív kijelzőtábla került megvásárlásra, 12 millió forint értékben, valamint laptopok és nyomtatók is segítik az oktatók munkát. Iskolán a Református Pedagógiai Intézet bázis intézményeként tovább folytatja a munkáját. A szakmai elismerésen túl a cím azt is jelenti, hogy több szakmai programnak ad helyet az intézmény, nyilván tervezés szerint. Kiválóan akreditált tehetségpont iskolaként tovább folytatjuk a tehetségnevelés megszokott immáron jó gyakorlatát. Részt kívánunk venni továbbra is a hagyományos tanulmányi és sportversenyeken.
Természetesen figyelünk arra is, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredményei megtartása mellett az országos kompetencia mérésen, ha lesz ilyen jövőre, reméljük, hogy igen, továbbra is eredményesen szerepeljen az iskola. A kompetencia méréseken elért eredmények alapján eddigi kiemelkedő eredményünk az országos 15. helyezés. Ettől a tanévtől bevezetésre kerül a módosított nemzeti alaptanterv és az arra épülő kerettanterv az 1. és 5. évfolyamokon. Szakmailag jól felkészült 30 fős tantestület várja a diákokat. Gazdag sport, szakkör és szabadidős programokat állítottak össze a diákjaik számára. Sorolta Földvárin és Simon Ilona tanévnyitón.